Vince, te mit gondolsz erről? Szia! Sziasztok! Az van, hogy hazudtam nektek, mert azt mondtam, hogy idén már nem lesz több adventi naptáras videó, de nemrég érkezett hozzám ez a gyönyörűséges Clinique adventi kalendárium, és Instagram story-ban megszavaztátok, hogy legyen róla a YouTube videó, úgyhogy ma ezt fogjuk kibontogatni. Gondolom észrevettétek, hogy nem csináltam karácsony témájú videókat, és ennek az az egyik oka, hogy eddig nem igazán voltam karácsonyi hangulatban, és nem akartam valami olyasmit magamra elöltetni, amihez igazából semmi kedvem. Szóval nálam ezek az adventi naptáras videók váltották ki tulajdonképpen a karácsonyi témájú videókat, és úgy vettem észre, hogy tetszenek nektek. De még mielőtt belevágnánk, nagyon örülnék neki, hogyha feliratkoznátok a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg, illetve kövessetek Instagramon és Facebookon is, minden elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatt. Ismét csuriban van a hajam, mert baromi melegen van, ugyanis konkrétan tűzbe felé a nap, le is kellett húznom egy kicsit a redőnyt, mert pont ide tűzött. Ja, és Vince ezúttal is itt lesz a videóban hangban, úgyhogy remélem, hogy ki fogja bírni ezt a nagyjából 20 percet, amíg kibontogatom ezt a gyönyörűséges naptárat, de elég a dumából, nyitogassuk az ablakokat. Először is leveszem innen ezt a szépséges masnit, ami persze csomóra van kötve, hogy nehogy egyszerűen ki tudjam bontani. Az előző adventi naptáras videókban többen is kérdeztétek, hogy miért nézek annyit lefelé a videókban. Nos, ez azért van, mert a kamerám a számítógépemre van rákötve, ami itt van előttem, és ezen szoktam csekkolni, hogy ti mit látok abból, amit én itt mutogatok nektek, de ezúttal igyekszem figyelni, hogy ne nézek annyit lefelé. Elnézést kérek, ez egy ilyen rossz beidegződés, de akkor keressük is meg az egyest. Vince is azt mondja, ez itt van a szélén, ez egy ilyen kis hosszúkás valami. Ez egy ilyen kis icike-picike, én nem is láttam komolyan ekkora chubby sticket. Ez a 06-os Whopping Watermelon árnyalat. Azért nem szoktam egyébként kipróbálgatni az adventi naptáras videóban a termékeket, mert ezek közül egy csomót elajándékozok. Úgyhogy nézzétek el nekem, hogy nem szvacsolgatok, de ez egy ilyen nagyon szép kis rózsaszín színezett ajakápolót. Jöhet akkor a kettes. Úristen, a manikűrömnek megint annyi lesz, érzem. Hihetetlenül édes. Ez egy Clinique Pepstart szemkörnyékápoló. Én ezt már használtam, és szerintem egy nagyon jó kis szemkörnyékápoló. Jöjjön akkor a hármas. Hol vagy hármas? Ez szerintem valami szemceruza vagy spirál lesz. Fekete szemceruza. 01-es Black Diamond árnyalat. Semmi extra, nem próbáltam még szemceruzát a Clinique-től. Úgyhogy éppen itt lesz az ideje. Négyes. Ilyenem is van már, pont most fogyott el egyébként. Ez egy Clinique Take the Day Off kétfázisú sminklemosó, össze kell rázni, és nagyon jól eltávolítja még a makacs vízálló szempilla spirált, illetve ezeket a tartós ajakkencéket is. Úgyhogy mondom, pont most használtam egy ilyen icike-picike flakonnal, úgyhogy ennek nagyon örülök. Jöhet az ötös. Ebben vajon mi lesz? Megzabálom ezeket a kicsi tégelyeket. Ez egy Clinique Smart SPF 15-ös hidratáló krém, száraz, illetve kombinált bőrre való, és ez nyilvánvalóan egy nappali arckrém, hiszen 15-ös fényvédő van benne. Jöhet a 6-os, ami itt a sarokban van. Pirosító! Nagyon örülök! Ez a Clinique Blushing Blush Powder pirosító a Precious Posy árnyalatban, ami egy ilyen tökéletes kis visszafogott rózsaszín pirosító. Én egyszerűen imádom az ilyen színeket. Szerintem ez szinte mindenkinek jól áll, úgyhogy ez nagyon szuper. Jöhet a 7-es, ami megint egy ilyen hosszúkás valami. Ez egy ecset. Wow, erre nem is számítottam, hogy ecset is lesz benne. Nincsen rajta semmilyen megnevezés. Formájáról sem igazán tudom eldönteni, hogy ez milyen ecset akar lenni. Puder ecsetnek kicsi, esetleg highlighter ecset, vagy pirosító ecset. Egészen puha, de úgy semmi extra. Nem tudom eldönteni, hogy igazából ezt mire is kellene használni, de hát ha majd rájövök. Aztán a 8-as ablak, az egy ilyen nagyobb ablak. Yes! Ez a Clinique 7 Day Scrub Cream. Ez valami arcradír akar lenni? Ez valamilyen krémes állagú arcradír. Azt írja, hogy masszírozza be megtisztított bőrre, és utána öblítse le. Nem is nagyon hallottam még erről a termékről semmit, úgyhogy ez teljesen új dolog számomra. Most jön a 9-es. Ez is valami cuki kis
krém lesz, mintha meg elvándorolt a konyhába. Ez egy Clinique Moisture Surge hidratáló krém, erről már nagyon sok jót hallottam, úgyhogy ez biztos, hogy ki fogom próbálni. Jöhet a 10-es. Ez a Clinique Smart Night éjszakai hidratáló krém. Most jön a 10-es. És Vince elkezdett egy műanyag flakonnal játszani, na innentől lesznek izgi hangok, nem, ez a 10-es volt. Akkor most a 11-es jön, ami egy ilyen nagyobb valami, itt kerül. Clinique Deep Comfort kéz- és körömápoló. Esküszöm, nem tudtam, hogy a Clinique-nek vannak kézkrémei is, de ezt most tényleg komolyan mondom. Ápolja a kezet, a körmöket, illetve a körömágbőrt, és úgy gyorsan beszívódik. Nézzük akkor a 12-est. Ez itt alul van. Jók ezek a háttérzajok, nem? Ez a Clinique Lash Power szempillaspirál. Hosszúkás keféje van, hagyományos sörte, tehát nem szilikon sörtés, és kicsit, mintha ilyen csavart lenne a kefe. Soha nem tudom, hogy hányas jön, megőrülök ettől. Most jön a 13-as. Körömlakomnak megint annyi. Ez a Clinique Liquid Facial Soap. Ez ugye a három lépéses bőrápolási programjuknak az első lépése. Azt írják, hogy naponta kétszer lehet használni. Ez tulajdonképpen egy ilyen folyékony arctisztító, és ezt száraz kombinált bőrre ajánlják, úgyhogy ezt is biztos, hogy ki fogom próbálni, mert nekem most pont ilyen a bőröm. Jöhet a 14-es. Ez egy Clarifying Lotion Twice a Day Exfoliator, ez is száraz és kombinált bőrre való. Ugye ez egy ilyen tisztító lotion tulajdonképpen, ez a második lépés a Clinique három lépéses arcápolási programjának. Én már használtam egyébként egy hasonló terméket a Clinique-től, de nem ez volt, hanem egy másik, de ezt is ki fogom próbálni. Itt van a 15-ös. Ez pedig a három lépéses bőrápolási program harmadik lépése, mégpedig egy nagyon száraz, illetve száraz kombinált bőrre való hidratáló krém, mégpedig a Dramatically Different Moisturizing Lotion. 15-ös után 16-os. Egy rúzs! Yes! Kérlek mondd, hogy a Pop Matte. Nem a Pop Matte, de nem baj. Ez a Clinique Pop Lip Color Plus Primer rúzs, mégpedig a 08-as Cherry Pop árnyalatban, és ez is egyébként egy ilyen kis mini verzió. Gyönyörű színe van. Szóval ez egy igazi karácsonyi piros. Annyira cuki az egész. Mi volt? 14-es volt? Nem, 15-ös is volt már. Miért nem tudom soha, hogy hol tartok most komolyan? Ja, leesett a 16-os, jó. Nézzük akkor a 17-est. Au! Ez is valami hidratáló krém lesz szerintem. Nem, ez a Clinique All About Eyes szemkörnyékápoló. Én most is ezt használom, és nagyon-nagyon szeretem, mert tényleg úgy látom, hogy van hatása. Szóval reggel, amikor bekenem a szemem alatt ezzel a krémmel, akkor tényleg látom, hogy történik valami. Úgyhogy aki keres egy jó kis szemkörnyékápolót így a szem alatti puffadságra, meg táskákra, annak érdemes ezt kipróbálnia. Igaz, kisfiam? Hol jársz, Vincu? Jaj, de cuki vagy. Na, nézzük akkor a 18-ast. Itt oldalt. Ez a Clinique Moisture... Szóval ez a Clinique Moisture Surge Intense hidratáló krém, ez egy gél krémes formula. Mi jön most? Ki tudja, hogy hanyas jön? Szerintem a 20-as, nem, 19-es jön. Na nézzük a 19-est. Clinique Rinzo Foaming Cleanser, vagyis ez egy habzó arclemosó. Normál bőrre írják. Akkor most jön a 20-as. Ez a Clinique Smart Custom Repair Serum, vagyis ez egy szérum. Azt írják, hogy naponta kétszer használható, de erről sem tudok egyébként semmi bővebbet, mert nyilván erre a pici tubusra nem nagyon fér el több info, de majd ennek utána nézek, hogy ez pontosan mire és hogyan lehet használni. Nézzük akkor a 21-es. Amit nem találok, hogy hol van. Vagy ez volt a 21-es? Kérlek, megőrülök komolyan. Amnéziás vagyok, azt sem tudom, hogy mit nyitottam ki. Itt van a 21-es. Elbújt.
elbújj, de megvan. Ez a Clinique Moisture Surge Overnight Mask tulajdonképpen egy ilyen éjszakai maszk. Hát ha jól sejtem, ez nem kifejezetten maszk, hanem tulajdonképpen olyan, mint egy éjszakai krém, mert felviszed, de nem kell lemosni. És azt írják, hogy minden bőrtípusra jó. Jöhet a 22-es. Egyre hívjuk. Isten, milyen szép színe van! Ez a Clinique Poplecker Lip Color Plus Primer a 01-es Cocoa Pop árnyalatban. Hát ez az én színem. Szóval, hogy ez én vagyok. Nem tudom, hogy ez tulajdonképpen egy folyékony rúzs akar lenni, vagy ez inkább szájfény. Hát ez majd ki fog derülni valószínűleg. Miért szagoltam meg? Nem tudom, mindegy, de a szín az gyönyörű, szóval, hogy ez biztos, hogy meg fogom tartani. És akkor jöjjön az utolsó előtti, a 23-as, ami egy ilyen picike ablak. Ez a Clinique PepStart Hydro Blur Moisturizer. Tökéletesítő, hidratáló krém. Wow! Na, ez kell nekem. Felkerem, és tökéletes arcbőröm lesz, vagy legalábbis ezt remélem tőle. Illata nem igazán van. Viszont nagyon felkeltette az érdeklődésemet. És akkor az utolsó, a 24-es. Hú, ez egy mini parfüm. Aromatics in Black. Szagoljuk meg. Hát így nem érzek semmit, úgyhogy ebből fújok magamra. Oh! Oh! Még gondolkodom rajta, maradjunk ennyivel. Elsőre nagyon, nagyon orba vágott. Másodikra már nem olyan rossz. És lehet, hogy egy kicsit áll rajtam, akkor még meg is szeretem. És ezzel ki is nyitottuk mind a 24 ablakot ezen a gyönyörű Clinique adventi naptáron. Írjátok meg kommentben, hogy nektek van-e idén adventi naptáratok, és hogyha igen, akkor milyen csokis, vagy valamilyen ilyen kozmetikai adventi naptár. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy kinek milyen naptára van, vagy hogy csináltatok-e, vagy vettetek-e valakinek adventi naptárat. Hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenféleképpen lájkoljátok, mert annak mindig nagyon örülök, és találkozzunk következő alkalommal is. Legyen szép napotok, sziasztok!